Már kora reggel több száz gyerek gyülekezett a Kossuth Lajos általános iskola előtt a mobilitási hét és az autómentes nap programjaihoz csatlakozva egy kis testmozgással, futással kezdték a napot a gyerekek. A rendezvényel évről évre a fenntartható környezetbarát közlekedésre és az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez figyelemfelhívás, hogy letehetjük az autót, néha egy kicsit mozoghatunk, akár rendszeresen is. A fiatalok figyelmét pedig talán ez ilyen akciókkal könnyebb ennek a fontosságára felhívni. A rendszeres testmozgás, a sport nagyon népszerű a gyerekek körében. A testsúlyom jó egyensúlyban marad, meg jó, én szeretem. Szoktam sportolni olyat is, hogy ugrálok, és úgy megyek körbe valahol. Az autómentes nap keretében a kossuthos diákok számos érdekes programon vehettek részt. Ma van az Európai Mobilitási Hét zárásaként az autómentes napon a mi helyi programunk zárása is, és ez azt jelenti, hogy mi egy közös futással kezdtük a napot. Az összes gyerek futott egyet, versenyre ment a játék, és ezután pedig egy előadást fognak meghallgatni az aulában, a kerékpáros közlekedés szabályairól, illetve veszélyeiről. A Zicsi Ligetben is színes programokkal várták a város óvodásait és általános iskolásait. A mobilitás hét pedig hát benne is van a nevében, tehát hogy lehetőség szerint olyan közlekedési eszközöket használjunk, ami alapján a tömegközlekedés részesítjük előnybe, illetve biciklizést. Vagy hogyha parkolásra gondolunk, akkor pedig éppen azért is vannak itt most jelen pillanatban motorok, illetve bicikli. A Gaja Környezetvédő Egyesület pedig két bringát adott át a város civil szervezeteinek, a Citynek és a civil központnak. Ezzel is szeretnénk ösztönözni mindenkit, hogy gondolja át, milyen alternatív lehetőségek adódnak, és a civil szervezetek szeretnénk, hogyha jó példával járnának ezen a téren elől. Emellett a rendőrség ügyességi feladatokkal várta a gyerekeket, és a Superbringa program keretében átnézték a kerékpárokat is. Átvizsgáljuk a kerékpárokat, a kötelező tartozékokat, a kerékpár üzembiztonságát ellenőrizzük, és amennyiben megfelel mindennek, illetve az előírásoknak is megfelel, akkor abban az esetben kap egy úgynevezett Superbringa matricát a kerékpár. Már csak 5 perc. Délután ismét összegyűlt a kritikus tömeg a Halász Parkban, hogy felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedési módokra. Egymásnak megmutassák az emberek a biciklis társadalom önmagát, és egy kritikus tömeget alkosson. Másrészt azért, hogy a városnak felhívjuk, illetve a városvezetőinek a figyelmét arra, illetve az autós társadalmat, hogy van az autó kívül is élet, és egyrészt biztonság szempontból, tehát figyeljünk a kerékpárosokra, és illetve hát használjuk a kerékpárt. Voltak, akik két keréken, tandemen vagy éppen rollerrel tették meg az utat. Egy biztos, 2011-ben ismét sokszázas tömeg mutatta meg a biciklis társadalom, azaz a kritikus tömeg erejét.